A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termében kivételes ünnepre gyűltek össze. A társaság és az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör tagjai egy bensőséges hangulatú találkozón Lakner Józsefet, a kör alapító elnökét köszöntötték 80. születésnapján. Megpróbáltam valamennyire visszatekinteni az elmúlt most már 80 évre, és különösen arra a 20-25 évre, amit a társaságban töltöttem. Szép volt ez a visszatekintés, úgy gondolom, hogy hasznos volt az a tevékenység, amit végeztünk, talán egy picit nekem is sikerült hozzájárulnom, ami megelégedéssel tölt el, és remélem majd a jövőben ez valamilyen szinten azért folytatódni fog. Bobori Zoltán, akit a többiekhez hasonlóan évtizedes barátság fűz Lakner Józsefhez, egy verssel emlékezett arra az egyeni, nehézségektől sem mentes, de mégis egyedülállóan sikeres közös útra, amely a Kossuth utcát második otthonuknak tekintő barátokkal, élükön Lakner Józseffel megtettek. Nagyon fontos, és rendkívül hálás vagyok a Jóskának, dr. Lakner Józsefnek, azért a több évtizedért, amit tett a Vörösmarty Társaságért, az Áron Nagy Lajos Művészet barátkör vezetőjeként, és én azt hiszem, hogy a városért, amiben élünk, és amit mindig őszinte szeretettel szolgált és odaadóan. Ezen az estén bizonyosan mindenki számára megerősödhetett az eddig is tudott gondolat, hogy városunk kulturális élete talpontjainak milyen sokat köszönhetünk. Isten éltesse Lakner Józsefet!